Szinte már közhely, hogy nem csak a futballról szól a katari világbajnokság. A szivárványos ideológia már évek óta helyet kér, pontosabban helyet követel magának az élet minden területén, hogy ne lenne ez így a legnépszerűbb sportág esetében. A FIFA ugyanakkor a jelek szerint igyekszik gátat szabni ennek a féktelen gender őrületnek, és szankciókat is kilátásba helyezett, például a katari világbajnokságon a szivárványos csapatkapitányi karszalag viseléséért. Nem csak sporttal foglalkozunk a következő percekben, de innen indítjuk ezt a beszélgetést. A vonalban van Borosbánk Levente, a Médianézőközpont igazgatója. Sok szó esett a német csapat politikai akciójáról az elmúlt napokban, és érdekes részleteket árult el Ilkay Gündogan, a válogatott török származású játékosa, akinek az interjújából kiderült, hogy csak néhány német játékosnak, egy hangos kisebbségnek volt fontos a szivárványos propaganda terjesztése a kézbefogós fotó előtt. Lehet, hogy most lepleződött le a genderőrület, és egy futballvilágbajnokság kell ahhoz, hogy sokaknak leessen a tantusz? Hogyan vélekedik, hogyan látja mindazt, ami Katarban történt itt az iménti eset fényében? Ez egy roppant bonyolult kérdés, és ugye rögtön bele is csapunk abba a problematikába, hogy hogyan ér össze a sport és a politika. Ugye a sport és kulturális kérdések. Ugye hosszú időn keresztül hallottuk, olvastuk, érveltek sokan amellett, hogy a politikát nem szabad összekeverni a sporttal, akár bármelyik sportággal. Magyarországon is jelen volt, és talán még a mai napig jelen van ez a felvetés. De hogyha kicsit közelről megnézzük, esetleg már futballvilágbajnokságot, amit talán érdemes külön kezelni, mint egyéni sportágaktól, ez végig csak egy társadalmi esemény sok tekintetben. Rengeteg ember van jelen a lelátókon, rengeteg ember dolgozik egy ilyen projektben, rengeteg ember dolgozik a futball körül, és több millió vagy akár milliárd ember követi a futballvilágbajnokság eseményeit a legkülönbözőbb politikai nézetekkel, legkülönbözőbb hozzáállásokkal, gondolatokkal, stb. És ugye rögtön meg is jelenik a kettős mérce, mert általában az a liberális doktrina, hogy a sportot külön kell választani a futballtól, a politikát külön kell választani a futballtól, a politika ne szóljon bele, ne avatkozzon bele a sportnak, akár a szakmai, akár pedig a technikai kérdésébe. De abban a pillanatban, amikor ebből ők előnyt akarnak vagy tudnak kovácsolni, lásd ez a konkrét példa, hogy a nyugati világ különböző válogatottjai jelentették be, akár szakszövetségi szinten, akár pedig sportolói szinten, hogy ők igenis demonstrálni akarnak a katari világbajnokság alatt szivárvány színű csapatkapitányi karszalaggal, fogalmazunk, hogy a másság elfogadása érdekében, abban a pillanatban már ez egy legitim kérdésként vetődött, felsőt egyfajta kulturális vagy politikai misszióként. És akkor így fordulunk át a sport részére ennek a történetnek, és részben persze a politikai részére a történetnek, hogy mégiscsak egy olyan országban rendezik ezt a világbajnokságot, amelyik más kultúrával, más hozzáállással rendelkezik, akár társadalmi tekintetben, akár politikai tekintetben, azokhoz a dogmákhoz, amik már eluralták a nyugati világ egy részét, értsük ezzel ott a gender propagandának a népszerűsítését. És a FIFA, amelyik itt középen állt ebben a kérdésben, hogyha úgy tetszik, amely ugye a labdarúgó világban a szervezésének az ura, az egy olyan dilemmával szembesült, hogy ebben az esetben mit tehet, és mennyire szankcionálhatja akár az egyik, akár a másik felett, és nem is valami döntés hozott, hanem neves egyszerűséggel olyan szabályokat, vagy olyan döntések mellett tette le a voksát, hogy akik ilyen típusú politikai demonstrációra készülnek, azokat a pályán fogják szankcionálni. Ugye az volt a hír, hogy aki szivárványos karszalaggal jelenik meg a pályán, az azonnali sárgalappal kezdi a mérkőzést, ezt pedig nem tudták elfogadni, értelemszerűen sportszakmai jogokból kifolyólag a különböző válogatottak.
Tehát a FIFA ebből a tekintetben végső soron egy politikai döntést hozott, hogyha úgy vesszük, és gyakorlatilag a vendéglátó országnak a kvázi szabályait elfogadva döntött ilyetén módon. És aztán, hogy a pályán mi történik, hogy a különböző válogatottok hogyan fogják ezt felsőtni, egy adott válogatotton belül ki hogyan gondolkodik, mondjuk a gender ideológiáról, ez már részben egyedi kérdés, másrészt pedig kulturális kérdés. A futball világában, így már Európában is, nem csak a nyugati világból érkező játékosok szerepelnek a különböző klubokban, vagy akár válogatottokban most már. Ebből kifolyólag a válogatottokon belül is kialakulnak olyan törésvonalak, amelyik nem egy homogén társaságot, nem egy homogén közeget feltételez, hanem akár egyéni ízléstől, akár egy kulturális kérdéstől vezérelve máshogyan és máshogyan állnak hozzá ehhez a kérdéshez. De ha nagyon leegyszerűsítjük, itt megint az a nyugati világ, a nyugati liberális doktrina, nyugati liberális világ áll szemben különböző más megközelítésekkel, hívjuk ezeket kultúráknak, vagy civilizációs kérdéseknek, ahol olyan törésvonalak alakulnak ki, amelyek már a futballpályán vagy a futball környékén is jelen vannak. Hát ez a fajta törésvonal, amit ön említett, Európában is jó ideje megvan, és még egy kérdés erejéig akkor maradjunk a futballnál, hiszen a Katari VB az imént említett gender propagandával, vagy propaganda mellett a globalista világ egy másik, úgymond kedvenc témáját, az illegális bevándorlás támogatását is hát érdekes árnyékot vetett, hiszen a Belgium-Marokkó mérkőzés után zavargások törtek ki Brüsszelben és a hollandiai Rotterdamban is. Hétfőn pedig 10 000 rendőr vonult fel szintén Brüsszelben, hogy felhívja a figyelmet a rendfenntartó hatóságokkal szembeni erőszakra, miután nemrégiben egy fiatal rendőr meghalt, és egy társa megsebesült egy késeléses merényletben. Furcsa módon megnéztem az ellenzéki hátszelű magyarországi média csatornákat. Az előző, a Belgium-Marokkó mérkőzés utáni belgium és hollandiai zavargásokat kizárólag a sportrovatban jelentették meg, ott sem az első helyen. Ön szerint ez mennyire indokolt? Tehát valóban csak sportügy ez a jelenség, vagy sokkal inkább egy össztársadalmi jelenség? Hát ez az, amikor a nyugati liberális világ a homokba dugja a fejét. És úgy tesz, mintha bizonyos események nem történtek volna meg, akár az adott országban, akár pedig elhallgatják bizonyos szegmenseit az adott problémának. És ugye itt az elején arról beszélgettünk, hogy összeér a politika a sporttal, itt pedig megint egy kulturális kérdés, és a bevándorlás, a legális és illegális bevándorlás jelentette kihívás él összerészben a közbiztonság kérdésével, és de elsősorban a sport kérdésével. Azért az nem ismeretlen jelenség, hogy egy-egy a klubcsapat, vagy akár egy válogatottnak a győzelme, vagy nagy sikere nyomán az adott szurkolók az utcára vonulnak ünnepelni. Ez számtalan országban így szokott történni. Ez, hogy is mondjam, ez egy teljesen legitim vagy normális szurkolói mentalitás. Az emberek közösségi élményként élik meg a sikert. Így történt ez egyébként, emlékezzünk csak vissza Budapesten is, amikor mondjuk a franciaországi Európa-bajnokságon a magyar válogatott komoly sikereket ért el, és az emberek egy-egy mérkőzés után, amit akár egy kivetítőn tekintettek meg Budapesten, akár pedig otthon, estek, vagy az éjszaka kellős közepén az utcára tódultak, és együtt ünnepeltek, tegyük hozzá békésen. Most ezzel szemben, amit most tapasztaltunk, ugye itt Hollandiában és Belgiumban, itt az történik, hogy a nyugati világban, tehát Hollandiában és Belgiumban jelenlévő nagyszámú, nem a nyugati kultúrához tartozó bevándorló hátterű, legyen ez még egyszer legális, illegális bevándorló hátterű emberek, a saját válogatottaknak, esetünkben itt a marokkói válogatottról beszélünk, sikerét ünnepelni mentek vélhetően ki az utcákra, ami gyorsan átcsapott zavargásokba.
és összeütközésbe kerültek a civil hétköznapi emberekkel, és aztán ezt követően pedig a rendőrséggel is, ugye gyújtogattak, autókat borítottak, felrolgáltak, és még sorolhatnánk. Ez pedig ebből a megközelítésből már nem a szurkolóknak az ünnepléséről szólt, hanem azokat a társadalmi feszültségeket láttuk egyébként nagyon látványosan megjelenni, amikről már korábban is tudtunk, és korábban is láttunk hasonló zavargásokat, nem sporthoz kapcsolódóan feltétlenül. Tehát itt a sport csak ürügyként jelent meg a bevándorló hátterűek a fellépése mögött az utcákon és a rendfenntartókkal kapcsolatban. És amiért azt mondom, hogy az ottani liberális média, vagy az ottani mainstream média elhallgatja ezeket, és homokba dugja a fejét, az azért van, mert hosszú időn keresztül, amikor ezek a zavargások már folytak, nemes egyszerűséggel nem is tudósítottak róla több esetben, hanem úgy tettek, mint hogy vagy nem történne semmi, majd amikor ezek a tudósítások megjelentek, akkor megpróbálták vagy elhallgatni továbbra is a részleteket, vagy pedig nem tették szóvá azt, hogy itt valójában mégiscsak a bevándorló hátterű szurkolók, személyek voltak, nem csak hogy dominánsan, hanem gyakorlatilag 100%-ban jelen az utcákon, akik ezeket a zavargásokat elkövették.